Képviselőtársaim, folytassuk az ülés után a testületi ülésünket. A szünetben jelezte Tőzsér Gergő úr, hogy megérkezett a H napirendi pontunkkal kapcsolatban. A javaslatom az az, hogy vegyük már előre, hogy a vendégünknek ne kelljen túl sokat várakoznia. Arra kérem akkor önöket, hogy a H napirendi pontot készítsük elő, mégpedig előterjesztés Püspökladányváros szerkezeti és szabályozási tervének részbeni módosításáról. Információim szerint a Városfejlesztési Bizottságon is itt volt, különböző kérdések merültek föl. Tóth László elnök urat kérdezem, hogy a bizottság hogyan döntött. Illetve a kérdéseket, ha ismertetné, elnök úr. Igen, a bizottság valóban megtárgyalt a szerkezeti szabályozási tervnek a részbeni módosítását. Valóban itt volt Gergő projektmenedzser, és a feltett kérdésekre válaszolt, illetve egy olyan kérdés merül föl, amit most ígérte, hogy meg fog válaszolni. Szünetbe beszéltünk, és akkor meg fogja válaszolni. Jó. A bizottság támogatja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Megkérdezem Tőzsér urat, hogy akkor szóbeli kiegészítésképpen elmondaná a Városfejlesztési Bizottságon felmerült kérdésekre a választ. Természetesen. Köszönöm szépen a felszólalási lehetőséget. Aki esetleg nem ismerne, engedjék meg, hogy bemutatkozhassak. Tőzsér Gergő vagyok, az Astrid Solar Kft-től. Lehet, hogy többen tudják, hogy itt a város területén a 1862/19-es helyrajzi számú belterületi ingatlanon egy 5,2 megawattos összteljesítményű napelemes kiserőművet fejlesztünk és engedélyeztetünk jelen pillanatban egy beruházónk megbízásából. És az engedélyezés eljárás során a hatóság a jegyzőurat, mint szakhatóságot megkereste. Ennek a megkeresés során kiderült, hogy a tervek a helyi építési szabályzat egy pontjával ellentétesek. Nevezetesen a területre rá van, csúnya szóval élve, rajzolva kettő darab út, amely nincs a területen valójában, és ennek érdekében, hogy megvalósítassuk magát a beruházást, amely a város érdekeit is egyértelműen szolgálja, ennek megfelelően kérvényeztük a testülettől az építési szabályzat módosítását. A Városfejlesztési Bizottság ülésén ezt elvileg, vagy gyakorlatilag is támogatták, és a bizottsági ülésen hangzott el Kincses képviselő úrtól egy kérdés, amelyre ezúton szeretnék válaszolni, illetve szeretném átadni a képviselő úr, illetve a testület részére magát a komplet üzleti tervet, amely erre a projektre vonatkozik. A képviselő kérdése az volt, hogy hogyan fog alakulni ennek a városban telephelyen rendelkező, tehát iparűzési adót fizető cégnek a következő években a nettó árbevétele. Itt ugye 20 évről beszélünk, mert a beruházó cég egy 20 éves szerződést fog kötni a magyar állammal villamosenergia eladására, egy ilyen támogatott, kötelező átvételi áron. És ez azt eredményezi, hogy tehát az üzleti modell alapvetően azzal számol, hogy a kát ár, mint olyan, az infláció követő, és mi éves átlagosan 3%-os inflációval számolunk. Ennek megfelelően az első éves árbevétel az 256 millió forintról indul, és átlagosan évi 3%-kal emelkedik. Ez azt jelenti, hogy a 20. évre 325,5 millió forint lesz ennek a cégnek az éves nettó árbevétele, és ugye ennek megfelelően nagyjából 5,5 millió forintos iparűzési adóbevételre lehet számítani 20. évben, az első évben nagyjából 4-4,5 millió forintra. Úgyhogy ezek a számok így alakulnak, és akkor magát ezt a tervezetet szeretném is átadni a képviselőnek, illetve továbbiakra szíves használatra. Esetleg, ha bármilyen kérdés van, akkor
akkor nagyon szívesen válaszolok most itt helyben. Köszönjük szépen Tőzsér úrnak a szóbeli kiegészítését, illetve a Városfejlesztési Bizottság kérdésére a választ. És akkor most is kezdődjenek el akkor a kérdések szakasza. Parancsoljanak képviselőtársaim. Balázs Sándor képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester asszony. Mivel én ennek a lakott résznek a körzeti képviselője vagyok, többen megkerestek azzal kapcsolatban, hogy ennek a fajta beruházásnak ilyen élettani, környezetre gyakorolt hatásai vannak-e, és azt szeretném kérni, hogy itt mindenkit a tévé előtt nyugtasson meg, hogyha minden rendben van, illetve hogy készültek-e ebben felmérések, vannak-e tapasztalatok, tehát erről egy pár szóval tájékoztassa már az ott lakókat, hogy nyugodjanak meg, hogy ez semmiféle veszélyt nem jelent számukra. Köszönöm. Először is, tehát ugye maga a naperőmű emberi, illetve természeti közvetlenül gyakorolt hatása lényegében semmilyen, vagyis minimális. Ugye mi ugye kötelezően egy környezetvédelmi hatástanulmányt minden napelemparkhoz el kell, hogy készítsünk, és ezt engedélyeztetnünk is kell a helyileg illetékes, itt ugye a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal környezet és természetvédelmi főosztályával, és ennek az engedélynek már február óta birtokában vagyunk. Tehát igazából semmilyen káros hatása nincs sem emberre, sem környezetre, sugározni ugye nem sugárzik. Lényegében ugye napelem, tehát napenergiából állítunk elő villamos energiát, amelyet a területen lévő E.ON tulajdonú alállomásba táplálunk be. Igazándiból semmilyen hatása nincsen, mivel hogy a terület nem természetvédelmi és nem natura terület, ezért sem a madár, sem pedig az élővilágra veszéllyel ez nem jár. Jó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Parancsoljanak képviselőtársaim. Nem látok ilyen kezdeményezést. Áttérünk a véleményekre. Parancsoljanak. Kincses László képviselő úr. Köszönöm a választ. Én azt gondolom, hogy igen, a vállalkozói világban így működnek a dolgok. A képviselő úr elhozta magával az üzleti tervet. Szeretném, hogyha így még láthatatlanul, hogyha a mi KFT-ink is hasonló módon járnának el, minden konkrétumot ismerhetnénk egy döntés előtt. Azért tettem fel egyébként az ezzel kapcsolatos kérdést, mert az előterjesztésben iparüzési adóbevétel címen 2 millió forint szerepel, és én ezt a 2 millió forintot a teljesítmény arányában keveseltem, és ezért kérdeztem rá, hogy akkor mi a realitás. Teljesen megnyugtató, köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Illetve egy mondatot engedjen meg, hogy annyit reagáljak az üzleti tervvel kapcsolatban, hogy a KFT-jeink minden évben elhozzák a testület elé az üzleti tervet, amiről döntést kell, hogy hozzunk. Akár az egészségügyi KFT, akár a városüzemeltető KFT. Balázs Sándor képviselő úr. Köszönöm. Mint már elmondtam, hogy képviselőként az ott lakókkal beszéltem. Az ottani beszélgetésünk során egyik aggályuk ez volt, amire nagyon frappáns választ kaptam, hogy külön köszönök. A másik aggályuk ilyen esztétikai jellegű volt, mert sokan azt mondták, hogy ők azért költöztek direkt a falu szélére, mert a szép tájat látni szerették volna, vagyis legalábbis egy szabadságérzetet ad az ott lakóknak, hogy kinézés akkor a pusztát látja. Nyilván ez itt valamilyen szinten sérülni fog, de én bízok hozzá, ami oda tervezett ilyen növényfal, valami szinten ezt esztétikai látványban emelni fogja, tehát nem minden nap a kopár üvegfelületeket be fognak gyönyörködni, hanem valamiféle zöldövezet kerül oda, ami egy kis elviselhetővé teszi az ott lakók számára ezt a beruházást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Kis Zsigmond elnök úr. Polgármester asszony, bár igaz, hogy kérdést nem tettem fel, de valószínű, hogy ha bevétele számoltak, akkor a költségekkel is számoltak, hogy milyen költségek merülnek fel. És én igazából a munkaerő bevonására, a helyi munkaerő bevonásával kapcsolatban ezt nem tettem meg a kérdést, hogy hány főt fognak alkalmazni, ezt megtenni, nagyon örülnék. Egyébként ha helyi dolgozókat, vagy helyi embereket fogunk foglalkoztatni, ez mindenképpen örvendetes, és csak támogatható ebben az esetben, amennyiben mindenféle környezetvédelmi egyéb szempontoknak ez megfelel nyilván. A másik lényeges dolog, amit most elmondott, hogy milyen árbevétel számolhatunk, nyilván ez az árbevétel jelentősen fogja
javítani a költségvetésünket az iparizés adóbevétellel hosszú távon, ami szintén örvendetes, tehát én ezeknek a szempontoknak a fényében tudom támogatni az előterjesztést. Köszönöm szépen! Néhány szóban a munkaerő igényről tudok beszélni, hogyha szükséges. Tehát ugye maga a beruházás megvalósítása során nagyjából 30 emberre lesz szükségünk, körülbelül 2 hónapig, és ennek egy jó része úgymond tehát ilyen segéd munkásra, illetve ami nagyon fontos lenne, és nagyon szeretnénk ezt helyben megoldani, a szakembereket, tehát villanyszerelő és szerkezetlakatos szakembereket fogunk keresni elsősorban, illetve lesz némi földmunka igénye is a beruházásnak, tehát ugye megfelelő géppel egyébben rendelkező helyi vállalkozót is, illetve hosszabb távon pedig ugye, túl sok élő erőt nem igényel egy napelempar fenntartása, nagyjából évente 4-5-szer kívánjuk a területen a füvet nyírni, ezt mindenképpen helyben szeretnénk megoldani, illetve ami lehetőség van még, évente 4-szer takarítatjuk a napelem paneleket egy erre alkalmas géppel, és akkor ezt is lehet akkor helyben szeretnénk megoldani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Parancsoljanak, tehát véleményeknél járunk. Kincses László képviselő úr. A projekttel, illetve az előadással kapcsolatban nincsen további megnyilvánulásom. Csak az önkormányzat hozzáállásával kapcsolatban van még egy jelzés, amit meg kell tenni. Valószínűleg tartom, hogy az egy hónap ezelőtt tárgyalt, ehhez képest 20%-nyi napelempark elfogadásakor nem voltunk elegendő információ birtokában. Ezt azóta egy megkapott e-mail másolat is bizonyítja, és éppen ezért azt gondolom, hogy itt befetes információval a kereskedés történt. Ezt szeretném, hogyha jegyzőként szó szerint rögzíteni, és kivizsgálnánk az esetet. Jó. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tehát véleményezési szakasznál járunk. Nem látok több kezdeményezést, arra kérem a képviselőtestület tagjait, legyenek kedvesek most szavazni. Igennel, egy tartózkodással elfogadtuk a módosítást. Köszönjük szépen! Jó. Akkor folytassuk a 4A napirendi pontunkkal. Tehát tájékoztató a püspökladányi gyógy- és strandfürdő fejlesztéséhez szükséges hitelfelvételről. Maga az előterjesztés, amelyet megkaptak ugye képviselőtársaim is az elmúlt napokban ugye megvitatta a bizottság. Itt egy olyan fürdő bemutatásról lesz szó, amelyről készült igazgató úr, illetve a Városüzemeltető Kft., ahol bemutatásra kerül, illetve a bizottságok már találkoztak is vele, hogy a fürdő területén milyen fejlesztéseket lehet figyelembe venni, illetve a igazgató úréknak milyen elképzelése van ezzel kapcsolatban, és maga ez a hitel, amelyet hitelből szeretnének majd megvalósítani, ugye ezért tartalmazta ez az előterjesztés ezt a nagyságrendi összeget. Én jó magam beszéltem igazgató úrral, amikor láttam az előterjesztést, hogy ugye a hitelfelvételhez egy külön előterjesztésben kellene majd, hogy visszatérjünk, hiszen most a képviselőtestület lehet, hogy tesz javaslatot, vagy esetleg azt mondja, hogy valamit vegyenek ki a tervezés során, és majd ezután kezdődik el maga az a tervezés, amelyből talán akkor egy gyönyörű felújítás történhet majd. Tehát azért örültem annak, hogy a Városfejlesztési Bizottság is tájékoztatóképpen tárgyalta meg ezt a napirendi pontot. Dr. Lente Péter elnök urat kérdezném, a bizottság hogy hogyan döntött.
Köszönöm szépen a szót, polgármester asszony. Ön is elmondta már előttem, illetve hát ugye a bizottsági ülésen is megtárgyaltuk, hogy egy tájékoztatóról van szó, egy régen már ígéretét teljesíti most ügyvezető igazgató, aki egy szép prezentációban fogja most is, illetve a bizottság ülésen is elénk tárni terveit. Ennek megfelelően a bizottságunk a tájékoztatót támogatásra javasolta, tudomásul vette, bocsánat. Köszönöm szépen. Tóth László elnök urat kérdezem. Köszönöm szépen, polgármester asszony. A Városfejlesztési Bizottság is valóban megnézte ezt a prezentációt, ezt a tájékoztatót, és itt a bizottsági határozatot szeretném kicsit módosítani, vagy korrigálni, hogy a Püspökladi Gyógy és Tanfürdő fejlesztéséről szóló tájékoztatót a bizottság tudomásul vette, tehát így teljesen. Tehát tudomásul vétel van. Köszönöm. Tehát más is belekeveri, tehát az. Igen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. És akkor igazgatónak át is adnánk akkor a szót. Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait. Nem tudom, jól látható egyébként, hogy villany nem lehet fényerőt nem lehet csökkenteni. Jó, köszönöm szépen a bizottság ülésen is, ugye mind a két alkalommal bemutatásra került. Köszönöm a kiegészítést. Én a bizottsági ülés előtt elmondtam, hogy mindenféleképpen úgy kezelje már a képviselőtestület, illetve a bizottság is, hogy ez egy elsőkörös tájékoztatás, hiszen ezt megelőzően az üzleti tervünk tartalmazta azt, hogy milyen irányú fejlesztést szeretnénk megvalósítani, mivel ezt megelőzően a 2016-os üzleti tervünk tartalmazta azt, hogy a hátsó medencék felújítását szerettük volna célul kitűzni. Itt képviselők együttes véleménye az volt, hogy mindenféleképpen abba az irányba kellene lépni, hogy új medence építésével bővüljön a strand területén a szolgáltatás. Ezt már az üzleti tervben is bemutattuk, egy szűk körben, ugye a többi terület mellett. Ez az első alkalom, amikor tulajdonképpen konkrétan erről tudnánk egy tájékoztatást adni, és úgy gondolom, hogy ezt még kövesse olyan tájékoztatás, melyben már ugye megvan az elvi hozzájárulás, akkor konkrétan ugye a medencéknek a dolgait lehet pontosítani, illetve a másik oldalt ugye az úszómedencének a folyamatos üzemeltetésének a megoldási javaslatát. Jelenlegi helyzet most a Püspökladányi strandfürdő területén, képviselő közül ugye nagyon sokan megfordulnak. Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen nagyon fontos lenne azt a tematikát folytatni, hogy nem az épített környezetet, hanem a medencéket és a zöldövezet fejlesztését kell előtérbe helyezni. Gondolok itt arra, és vissza nyúlni a múltba, hiszen ezt a bizottságülésen is tárgyaltuk, hogy a minden olyan gépészeti megoldást azt pinceszintbe tervezni, ne rontsa a látképet, ne rontsa a strandfürdő átláthatóságát. Jelen állapotban is ugye itt díszeleg ez a nagyon régi mobil gázkazán, amely a régi sátor légtartására, illetve fűtésére szolgált. Ezt mindenféleképpen ezt a helyszínt be kell integrálni a jelenlegi gépház területébe, mely alapján, melyből meg lehet oldani majd a, meg lehetne oldani, tehát feltételes módban beszélek, meg lehetne oldani ugye a következő időszakra majd a sátor fedését. Régi sátorunknak a állapotát próbáljuk azért megoldani, hiszen minden strandfürdő azzal küszködik, hogy a téli időszakban próbálja valamilyen módon megvédeni a csempe burkolatnak az állapotát, állommegóvás.
Itt jelenleg ugye téli időszakban légtartás történik, a sátor szakadásait, keletkező lyukokat, sérüléseket javítjuk, és ezért így tudjuk most még jelen állapotban óvni az úszó és tanmedencét. Itt a belső állapot látszik, az a fehér felületeken már ugye a nap UV-sugárzással teljesen megette a ponyvát, rideg szerkezetű teljesen, úgyhogy mindenféleképpen oda kell figyelni annak érdekében, hogy a légtartás biztosítva lehessen. A 2012 óta, 2011-12 óta folyamatosan kérünk árajánlatokat sátorkészítő cégektől különböző megoldásokra, különböző struktúrákra és szerkezetekre, hiszen a magyarországi piac jelenleg többféle lehetőséget biztosít. Tehát itt gondolunk arra szimpla hőszerkezetre, hőszigetelt szerkezetre, különböző belső műszaki megoldásokra, és úgy gondolom, hogy amennyiben itt ebben is majd konszenzus születik, mindenféleképpen arra kell törekedni, hogy energetikai szempontból legköltséghatékonyabb megoldás tudja támogatni a képviselőtestület. Elkészült fotókat ugye a gyártóktól kaptam referenciaként, pontosan azért bemutassam, ugye belső világítása nem úgy, mint itt a régi sátor, vagy egy világító test próbálja bevilágítani az egész területet, ugye megvannak már a tűzvédelmi szabályok, illetve menekülés útvonalak, itt is hőszigetelt sátorra beszélünk, itt egy külön világító ablakkal, tehát ez a lehetőségek tárház, úgy gondolom, hogy mindenféleképpen több alternatíva is kell, hogy megvizsgálásra kerüljön. Itt egy másik kép, itt szintén egy hőszigetelt sátornak, ezek mind-mind nemrégében megvalósult. És a jelenlegi helyzet a gyógyfürdő területén, ugye mindenféleképpen fontosnak tartjuk azt, hogy ha kisléptékben tudunk fejlesztéseket megvalósítani, akkor mindenféleképpen abba az irányba próbáljunk lépni, hogy ezek a kisléptékű fejlesztések egymásra tudjanak épülni, egymást ne zavarják. Tehát mivel nincs információnk arról, hogy itt nagy volumenű pályázat várható, egyenlőre nyilvánvaló, hogy ezért is született meg az új medencének a építési igénye. Lakossági elvárásként is évek óta várjuk azt, vagy tapasztaljuk azt, és kapjuk a vendégek részül azokat a visszajelzéseket, hogy mikor tudjuk már a szodafedést műszakilag megoldani, mikor tudunk már egy olyan új medencét építeni, ami a mai 21. századi követelményeknek megfelelően vízélményelmekkel van ellátva. Természetesen mindenféleképpen fontos az bizottságülésen is kitárgyaltuk, és úgy gondolom, hogy ebbe is teljesen egyetértett a bizottsági tagok és jelenlévő képviselők, hogy ugye nagyon fontos az, hogy milyen időszakban tud üzemelni itt az új medence. Mindenféleképpen az év minden napján kell, hogy tudjon üzemelni, ezzel hozzájárulva az, hogy a gyógyfürdő színvonalát, illetve a vendégeknek a szolgáltatási színvonalát tudjuk ezzel növelni és biztosítani. A tervek kapcsolatban ugye a legfontosabb dolog az, hogy olyan élményelemek, úgy legyenek az élményelemek elhelyezve a medencébe, hogy a vendégek egymást ne zavarják. Tehát a pihenni vágyók és akik élményelemeket igénybe veszik, azok ne zavarják egymást, hiszen mivel gyógymedencébe, gyógyvízzel üzemeltetjük, itt mindenféleképpen ugye minden korosztály szeretné ezt igénybe venni, és a legfontosabb az üzemeltetési tekintetben több fürdővezetővel tárgyaltam, tájékozottam, milyen konstrukciókat, milyen megoldásokat tudnak esetleg javasolni szakmai szemmel. Mi első lépésben abban is gondolkodtunk, hogy átjárható lenne a kinti medence a benti medencével. Ez többfelől aggályosnak mutatkozott, és mindenféleképpen átgondolásra kell, hogy kerüljön, nyilvánvalóan a képviselőtestületnek is kell, hogy legyen véleménye. Mi a szakmai tapasztalatból tudjuk mondani, hogy azokat az aggályokat a bizottsági ülésen is elmondtam,
hogy amennyiben az egyik medencével probléma van, akkor másikat sem lehet üzemeltetni. Amennyiben a téli időszakban igénybe veszik és kibejárkálnak a belső épületnek a kihűtését nagy mértékben tudja befolyásolni, ahol ezeket a megoldásokat alkalmazták, ott is már egy részében inkább megszüntették, mert tulajdonképpen komfortérzet romlást eredményezett. Új fejlesztéseknél egyébként, amikor kint is fedett medencét építenek, akkor azt a megoldást alkalmazzák, hogy csak egy lépcsőjár lejáron keresztül kell lemenni, ott van egy fogadótér, és akkor azon keresztül ki tudnak menni, tehát belső medence építés már nem. Ebben a megoldásban itt mindenféleképpen szintén figyelembe vettük azokat a visszajelzéseket, hogy évek óta áhítják azt a vendégek, hogy nagyon jó lenne egy jacuzzi a gyógyfürdő területére, a vízi élményelemek, itt a nyak és hát masszírozóknak az alkalmazása, illetve integrálása az úgy történhet, hogy ne zavarja a fröcskölődő víz 5 méteres körzetben a ott ülő vendégeket. Ez a belső pihenő rész mindenféleképpen csak a pihenésre, kintülésre szolgál, nyugodtan tudjanak beszélgetni. Itt ezen kívül még van egy olyan lehetőség, ami egy vízhúzgál, víz alatti masszázsal, illetve egy víz alatti buzgárral tudja a vendégeket masszírozni, illetve tudják dögönyöztetni szintén a derekukat, lábukat a itt ülő vendégek. Hogy ezen a látványterven jobban látszik, tehát itt mindenféleképpen nagyon fontos, ugye ehhez a medencéhez tartozik szintén a gépészet. Ez a gépészet ugye alapjában véve nem kell, hogy a vendégek szemét gyönyörködtesse, ezért kerülnek pince szintre, vagy ezért kell, hogy ilyen esetben pince szintre kerüljön. A nyak és hátmasszírozót itt jobban lehet látni ezen a képen, illetve a vízalatti vízsugármasszást látszik, hogy nem egy szögletes medence van ide képzelve, és lehet látni azt, hogy a benti részből azonnal egy lépcső vezet le a medencébe, tehát tulajdonképpen itt a vendégek úgy tudják ezt a medencét téli időszakban úgy vehetik igénybe, hogy bentről ki tudnak sétálni, és egyből a medencébe tudnak tartózkodni. Jelen pillanatban nagyon sok a visszajelzés azzal kapcsolatban, ugye, hogy hideg időben bizony-bizony sokan meggondolják, hogy a válfás öltözőből, vagy a benti medencéből, benti épületből hátra sétálnak a gyógymedencékbe. Ugye, hál' Istennek nagyon sok fanatikus törzs vendégünk van, akik ezt igénybe veszik. Én úgy gondolom, hogy ezzel nagy mértékben javulna a komfortérzet. Továbbá nagyon fontos az ugye, hogy ez, mivel az év minden szakába szükséges lenne üzemeltetni ezt a medencét, ezért a kinti lejárati lehetőséget is biztosítani kell a vendégek számára. Ebből a képből talán még jobban látszik, és itt tulajdonképpen most az, hogy a napvitorlák ide vannak berajzolva, de ez a tájolástól független, ez mobilizálható, tehát itt a medence szelvénye az, ami fontos ebben az esetben, és azt gondolom, hogy olyan élményelemeknek a beintegrálása, ami tulajdonképpen most a 21. századi követelménynek, színvonalnak már alapvető bűnére. A épületnek a belső struktúrájában hogyan lehet ezt a kijáratot megoldani? Úgy gondolom, hogy itt egy dupla ajtón keresztüli kijutási lehetőséget nagyon korrekten így lehet megoldani, egy nagyon elnyújtott lépcsőfokkal és egy dupla ajtóval, hogy a sugárzó hideg az ne zavarja a benti vendégeinket. És akkor egy olyan kép, hogy ez a rész itt tulajdonképpen itt a
nyári időszakban, ugye itt sétálnak a vendégek, hogy itt épület nem lett berajzolva, de ugye az épület a bal oldalán helyezkedik el. Ugye a bizottság ülésen felvetődött azt, hogy mi lenne, hogyha ezen az oldalon helyezkedne el. Ez úgy gondolom, hogy stilisztikailag, meg tovább gondolás szempontjából az egy olyan, amit mindenféleképpen döntés kell, hogy tehát konszenzus kell ebbe a dologba is, de én azt gondolom, hogy egyébként itt az épület közelsége az elengedhetetlenül fontos, pontosan az említett problémák miatt, és vendégeinknek a visszajelzése is ezt támasztja alá. Jövőkép nagyon fontos az, hogy foglalkozunk a fürdő további fejlesztési lehetőségeivel. Nagyon sok szakemberrel tárgyaltunk az elmúlt években, akik tulajdonképpen a fürdőszakma meghatározó arcai. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen attól függetlenül, hogy szűkös a keret, és ebben a durván 150 millió forintban ez a medence, illetve a sátornak a kialakítása tud csak beleférni. Attól függetlenül ennek a hátsó résznek is a rehabilitációjával kell foglalkozni. Én tudom azt, hogy ez is nagyon sok millió forintba kerül, de attól függetlenül ez a Meszert medencés terület egyrészt megosztó egyébként, mert egyrészt a vendégeinknek még nagyon szereti, egyrészt pedig már igazán várja azt, hogy mikor kerül erre a sor. A megoldás az az, hogy magának a zsibongó medencének a üzemeltetése vízforgatás alá kell, hogy kerüljön, a csobogós gyógymedencének a struktúrája pedig ugye csak egy felújítás utáni gyógymedenceként tudna tovább funkcionálni. Természetesen ide is lehet élményelmeket betervezni, más jellegűeket, mint amit az első medencéhez gondoltunk, és akkor ez alapjából véve ez így néznek ki. Nyilvánvaló, hogy ez egy nagy léptékű fejlődés lenne a hátsó két medencére is. Itt már azon is az is szem előtt lett tartva, ugye, hogy a gépház szintén, de a épített környezetbe tartozva, hanem egy pince szintbe sűrjessze itt napozó terasszal legyen majd, vagy lehetne tulajdonképpen a terület hasznosítását tovább gondolni. A Termál 2-es kút melletti füves terület, mely jelenleg tulajdonképpen csak futballozásra, illetve pihenésre szolgál, pihenőpadokat tesznek ki a vendégek, és itt ez a terület egyébként másra nem nagyon van hasznosítva. Úgy gondolom, hogy mindenféleképpen azt kell szem előtt tartani, hogy jelenlegi területet hogyan és milyen módon lehetne hasznosítani úgy, hogy az plusz esztétikai élménye járuljon hozzá a fürdőbe kilátogatók számára, hiszen minden fürdővezető azt a irányulat képviseli, hogy egy fürdőbe akkor járnak ki a lakosok, akkor járnak ki a vendégek, akkor utaznak egy településre, hogyha minden korosztály számára biztosítva van a kikapcsolódási lehetőség, a gyermekmedencétől kezdve a különböző élményelemekkel ellátott medencékig, akár szülőről, akár nagyszülőről legyen szó. És itt a strandfürdőbe évek óta problémaként kapjuk a lakosságtól, illetve a vendégeinktől, hogy nincs egy csúszda, nincsen semmi. Itt több csúszdagyártóval tárgyaltam, a területet megnéztük, milyen lehetőségek vannak. Most nyilvánvaló, hogy nem egy ekkora méretbe kell gondolkodni, de valamilyen szinten megfontolandó ez a lehetőség is, hiszen mai világban olyan lehetőség adódik, hogy nem kell medencét külön építeni a csúszda befogadáshoz, hanem a maga befogadó a csúszda szerkezetből kialakítható. Ezt a jelenlegi átadott fejlesztéseknél több fürdőbe tapasztaltam. Másik terület, szabad kapacitású terület is, ami szintén rehabilitációra szorulna, az a gyermekmedenci
gyermekmedence melletti terület, aminek a maradványa még ott van, a régi bébi medence. Ez mindenre volt már hasznosítva, a homokozótól kezdve különböző játszó saloknak is, de azt gondolom, hogy a végső funkciót nem ez tudná biztosítani. Jelenleg a gyermekek kikapcsolódására ez az egy medence szolgál. A tanmedencét nem sorolnám ide, mert a tanmedencében nem igazán a gyermekek játszanak. Itt a kicsiknek a számára ez egy gyermekmedence van, úgyhogy ennek a kiegészítésére mindenféleképpen megfontolandó. Ez a spray park, ez Magyarországon is most kezd elterjedni, más országokban, illetve ahol már át van adva különböző fürdőkbe, borzasztó jó a visszajelzés, nagyon szeretik a gyerekek, és ugye amit szeretnek a gyerekek, és vágynak ki, úgy gondolom, hogy a szülők azok kell, hogy teljesítsék a gyerkőznek az igényeit. És a másik dolog, hogy nagyon fontos a biztonság, hiszen itt ugye nyilvánvaló, hogy mivel nem medencéről beszélünk, itt vízbefogadástól, meg egyéb mástól nem kell tartani. A másik dolog meg az, hogy ilyen jellegű kialakításban, ugye akár ez szenzorosan, akár automatikával, ugye a gyerekek ilyen kis mesés környezetben megfelelő módon sok időt el tudnak költeni. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen! Képviselőtársaim, akibe megfogalmazódott valami kérdés, hadd kérjem önöket akkor, hogy most tegyék fel akkor. Dúró Ferenc képviselő úr. Polgármester asszony, én az új merencére szeretnék rákérdezni, hogy körülbelül hány fősre tervezte, Varga úr. Akkor a kinti meleg medence az megmaradna télen, vagy csak ez az egy üzemelne, amit most rendszeresen használnak a, nem tudom, hogy fogalmazott a akik oda kijárnak, fanatikusok, igen. Akkor azt szeretném még, hogy a fürdőtóval kapcsolatban, hogy beszéltük már azt, hogy esetleg azt a későbbiekben gondolja arra, hogy bekapcsolja a fürdő vérkeringésébe, mert végülis valahogy vissza kell majd ezt fizetni, ezt a pénzt, gondolom ezt a 150 millió forintot, és ebből az élményekből, amit most láttunk, az körülbelül mire elég ez a 150 millió, mert nekem ez olyan többszöröse volt, én úgy gondolom. Köszönöm szépen a kérdést. A medencének a méret az egy ilyen 216 négyzetméteres vízfelületre van tervezve. Nagyon fontos az, hogy figyelembe kell venni a vízkapacitásunkat, tehát mennyi vízzel rendelkezünk jelenleg. A másik dolog meg az, hogy én elképzelésem az lenne egyébként, hogy a hátsó területet nem üzemeltetnénk, mert akkora igény jelenleg nem mutatkozik, és itt ez a medence úgy gondolom, hogy kiszolgálná a vendégeink igényét. Gondoltunk a fürdőtóra, én mikor érdeklődtem, akkor olyan tájékoztatást kaptam, hogy ez jelenleg Horgász Egyesületnek a kezelésében van, tehát ez élő szerződéssel most jelenleg ugye addig nem lehet még igazából van rá üzemeltető. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Parancsoljanak. Kincses László képviselő úr. Ismerősök voltak a képek, nem tegnapról, hanem 2014-ből, vagy bocsánat, 2004-ből, amikor még a korábbi képviselőtestület elfogadott egy fürdőfejlesztési 2-es-3-as ütemet, és annak a látványtervei köszönnek vissza most is. Nyilvánvaló 10 év, vagy több mint 10 év azt mutatja, hogy vannak korszerű technológiák, vannak minimál eltérések. De maga a 5 felsorolt fejlesztési lehetőség irány, az maximálisan túlhaladja azt, amit még tegnap előterjesztésként kaptunk meg. Aztán időközben nyilvánvalóan valamilyen oknál fogva igazgató korrigált, és én inkább akkor a polgármesterhez tenném fel a kérdést,
Hogy az hogyan van, hogyha a polgármester jelentésében nincsen beleírva, hogy egyeztettem, megbeszélést folytattam az ügyvezető úrral, el is beírva, akkor itt hogy mondta a legelején azt, hogy hát igen, jeleztem az ügyvezető úrnak, hogy talán ez a hitel előtt felvételes történet az még most korai. Elnézést, én azt gondolom, hogy itt az előterjesztési sort, a napirendeket önök állítják össze. Hogyha ez önöknek akkor nem volt még fontos, de utólag így magyarázzuk, akkor mégiscsak nagyon lényeges volt ez a sürgősségi indítvány, amelyik felhívta a figyelmet arra a rengeteg szabálytalanságra, ami ezzel az előterjesztéssel kapcsolatos lenne. Na, most tájékoztatónál tartunk, tehát azt a kérdést tettem fel, hogy ön miért tagadta el előlünk ezt az információt. Jó, köszönöm szépen, képviselő úr. Egyébként megmondom őszintén, örülök, hogy elmondhatom ezt, és megkérdezte tőlem képviselő úr. Tehát ugye ez az előterjesztés, ez megérkezett ide a hivatalba, magának az előterjesztéseknek az összeállítása, ugye az a hivatalnak a feladata. Ez az előterjesztés, mint ahogy látja is képviselő úr, vagy képviselőtársaim, igazgató úr aláírásával van ellátva. Én jó magam ugyanakkor kaptam meg így összességében az előterjesztéseket, amikor a képviselőtársaim, tehát egyszerre lettek összeállítva a hivatal részéről az én napirendi pontjaim is, és én telefonon hétvégén beszéltem igazgatóral, de bízom benne, hogy igazgató úr ezt meg tudja erősíteni. És azt is megmondom őszintén, hogy arról beszéltünk, hogy ugye hitelnek a felvételéhez a stabilitási törvény szerint kormányzati döntés szükséges, amit a testületnek egyértelműen úgy kell kimondania, hogy mennyit szeretne itt ebben az előterjesztésben, mint ahogy elmondtam a napirendi pontnál, bármilyen változtatása lehet az elképzelésekről a képviselőknek, tehát ez befolyásolhatja a nagyságrendet is. Tehát én hétvégén telefonon beszéltünk. Parancsoljon, igazgató úr! Nem maradok adós Dúró képviselő úrnak ugye az összegre vonatkozóan. Tehát ugye, mint ahogy a üzleti tervben is tájékoztattuk a képviselőket, maga az Újmedence, meg a sátorfedés, ugye, de a sátorfedésben nem csak a sátor, hanem a teljes épületgépészet, ami hozzátartozik, az egy ilyen bruttó 150 millió forint. Most ez nem filére pontosan, azért kell egy elvállásulása azzal kapcsolatban, vagy egy egyetértés, hogy akkor konkrétan a képviselők elé tudjunk hozni második körbe egy olyan költségvetés, ami tartalmaz az, hogy mi a sarokszám. Nyilvánvaló, hogy az időszak is befolyásolja, hogy most milyen évben valósul meg egyéb más, de ezt és a továbbiakban, tehát ugye nyilvánvaló, hogy én is tájékozódtam pontosan azért, hogy körülbelül milyen lépés az milyen összegben valósulhat meg, például a hátsó gyógymedencének, illetve a zsibongómedencének, a komplett felújítása, vízforgatógépházzal együtt, az a két medence 150 millió forint durván. Egy csúszdának a telepítéseit, ugye több csúszda volt felvázolva, de egy átlag csúszdának a telepítése az egy olyan 20 millió forint. A csúszdában benne van az állványzat, minősítések, minden. Tehát ez ilyen A-kategóriába kell kezelni. Egy ilyen sprayparknak a telepítése 15-20 millió forint. Szintén minősítésekkel, meg mindennel együtt, engedélyeztetéssel. Tehát ezek ilyen nagyságrendek. A másik dolog, mivel nem tudtam, tehát azt tudtam, hogy a Városfejlesztési Bizottság mindenképpen fogja tárgyalni. Én Tóth László képviselőnek már a múlt héten jeleztem, hogy ezt úgy kezelje már a bizottság is, meg a képviselő testület is, hogy ez tájékoztató jellegű, mert nem a városüzemeltető magának akarja, meg Vardula is magának akarja a fürdőt fejleszteni, hanem a képviselőkkel úgy gondolom, hogy közösen is itt az elmúlt testületi üléseken is, ugye arról beszéltünk, hogy az Újmedence építése lenne az első lépés. Tehát mondjuk ezért nem is tartottam korrektnek a képviselőtestületi indítványt,
mert nem a magam szakállára szoktam bármiféle tervezés vagy fejlesztés megvalósítani. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, vagy igazgató úr. Jó, akkor kérdéseknél járunk. Balázs Sándor képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester asszony. Én pénzügyi technikai kérdést tennék föl, hogy képzeli ezt el a városüzemeltető Kft., tehát kivenné fel a hitelt, tehát gondolok arra, hogy önkormányzati hitelbevállalás lenne, ki lenne rá a kezes, illetve most a Kft. Veszi fel a hitelt, és az önkormányzat lesz talán a kezes, tehát milyen megoldásba gondolkoznak, illetve a Kft. Részéről mi a fedezet, tehát miből tudja majd visszafizetni ezt a kölcsön, tehát miből gondolja azt a hirtelen jövedelem beáramlást, ami lehetővé teszi ezt a 150 millió forintos kölcsönnek a visszafizetését, mert úgy gondolom, hogy ez a beruházás azonnali nagy anyagi vonzattal nem jár, tehát ez egy hosszú távú beruházás, aminek majd valamikor egyszer meg fog térülni, a beruházás összege talán, de az sem biztos, hogy valamikor is megtörténik, hisz tudjuk, hogy a fürdők nem a nyereségről híresek. Tehát én arra lennék kíváncsi, hogy van-e a Kft.-nek valami olyan anyagi forrása, amivel ezt a fedezetet, tehát illetve a visszafizetésnek az ütemezését tudja biztosítani. Tessék, igazgató úr. Pont ezért mondtam, hogy a hitelfelvétel mielőtt napirendre kerül, több körben kell a műszaki dolgokat is egyeztetni. Nem ragaszkodunk, és nem azonban a városüzemeltető Kft., hogy azonnal felvegyem bármekkora hitel összeget is. Hiszen amit elmondott képviselő, tudjuk nagyon jól, hogy a hitellel mindaddig nincsen gond, míg valaki nem tudja visszafizetni. Tehát itt az elképzeléseket azért kell pontosítani, és elmondtam a bizottsági ülésen is felvetődött, nem tudjuk azt, hogy magával a úszómedence fedésével meddig kell foglalkozni magának a városüzemeltető Kft.-nek, vagy a képviselőtestületnek, hiszen tanúszoda programról is volt szó, tehát ez körülbelül mikor tud realizálódni, illetve azt, hogy magának a medencének a végső kialakítása milyen megállapodásban, milyen egyetértésben tud realizálódni, és onnastól kezdve, amikor ez erre pont kerül, úgy gondolom, hogy képviselőtestületi ülésen, hitelfelvétel megelőzően is, erről nyilvánvaló, hogy egy üzleti terv keretében, illetve azzal kapcsolatban, mivel nekem arról sincs információm, hogyha most két év múlva például mennyi önkormányzati támogatást kapunk a kötelező feladat ellátással. Tehát egy hiteltörlesztés nagyon sok minden befolyásol. Nyilvánvaló, hogy azon vagyunk, hogy a jelenlegi fürdőben üzemelő gázmotor azt a leghatékonyabban tudjuk üzemeltetni. Nem gondolnám azt, hogy azért, mert építünk egy új medencét, kétszer annyira kellene emelni a belépő díjakat, belépő árakat, mert tudjuk, hogy milyen a lakosság érzékenysége, meg a vendégeknek az érzékenysége erre, de valamilyen szinten azt is akkor felül kell vizsgálni, úgyhogy ez úgy gondolom, hogy egy összetett dologról beszélünk, de mivel én azt látom, hogy jelenleg ugye fürdőfejlesztése pályázat nem mutatkozik, és ugye magának a lakosságnak már régóta óriási igénye, hogy illetve az önkormányzat képviselőcsoportja is szem előtt tartja a fürdőfejlesztés. Úgy gondolom, hogy ha nem nagyba, akkor kis léptékben induljunk el ebbe és próbáljunk valami életképest fejlesztést megvalósítani a strand területén. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kovács Krisztina elnökasszony. Tanám a szót. Ugye leszögezném, hogy úszoda fejlesztés vagy strand fejlesztés kell. Azt szeretném igazgatótól megkérdezni, hogy ezt a tervet, amit most láttunk, kikészítette el, és hogy mennyibe került-e, mert tehát jó lenne tudni, ha elkészülne a fürdőnek a teljes komplex, hogy mit szeretnénk végső soron elérni, mit szeretnénk oda berakni, és ha nincs annyi pénzünk, nyilván verziókat felállítani, hogy ha van tanúszoda programunk, és kapunk egy tanúszodát, akkor ezt hogy illesztjük be abba a koncepcióba, és ilyen sorrend szerint, ha nyilván, hogy nem tudunk annyi pénzt felvenni, meg az igazgatóra is sem tudnak annyi
annyi hitelt törleszteni, hogy egyszer ezt meg lehessen valósítani, hanem olyan ütemlépcsős felépítés szerint, hogy ez a legfontosabb, hogy megépüljön, ehhez ennyi. Ez a következő, amit hozzá lehet csatolni, ez ennyi. És akkor egy hosszabb távú tervezéssel esetleg megoldani, de nem egyszerre. Készült el ilyen terv, vagy mi ennek a végső? Az elmúlt években itt önkormányzati bizottságülésen is nagyon sok tervet láthattunk. Ezt a bizottságülésen meg is beszéltük. Tehát úgy gondolom, hogy azok a tervek, amelyek ilyen milliárd közeli beruházási költséget képviselnek, ezt mindenféleképpen a testületnek kell koordinálni. Nyilvánvaló, hogy mi ebbe teljesen partnerek vagyunk. A forrás kell látni, körülbelül azt, hogy mi az a rendelkezésre álló összeg, mert jelen pillanatban 0 forint. Tehát szeretnénk mi is nagyokat támadni, de azt is szem előtt kell tartani, ugye, hogy milyen üzemeltetési költségekkel. A bizottságülésen Kincses képviselő felhozta ugye a öltözőknek a problémát, tehát ugye tudjuk nagyon jól, hogy a maga gyógyászat épületünknek a struktúrája is nem a legmodernebb és nem a legkorrektebb. Olyan szempontból, hogy ugye nagy helyiségek, jól kihasználható terek, hanem nagyon sokat kellett azon is módosítani, hiszen a öltözőknek az átalakítását is már nekünk kellett elvégezni azért, mert látszódott az, hogy nagyon szűkös terekkel vagyunk az épületen belül. Tehát ezt én így kezelném, képviselő asszony, hogy akkor kompletten hogyan és mi módon, hiszen ott épített öltöző, ott egy épített vizes blokk, mellette ott van egy magasra épített gépház, ugye, ami szintén annak idején pinceszintbe lett tervezve, ezt azért tudom, mert láttam a terveket is, ugye beszéltem is avval a budapesti tervezővel, tehát ezt így kellene kezelni, hogy meddig lehet és milyen mértékben ezeket a dolgokat megoldani, ami viszont látszik, hogy ez egy kicsit ilyen 22-es csapdája, hogy azért nem, mert nincs rá, de az igény meg lenne, tehát ugye hogy mi az első lépés. Én úgy gondolom, hogy akkor, mikor a képviselők úgy azt a javaslatot tették, hogy egy medence építésével kellene elkezdeni a bővítést, ez mindenféleképpen megfontolandó, és szerintem a lakosság is maximálisan tudja támogatni. Az úszómedencének a dolgát azt mondom, hogy mindenféleképpen szükséges az, hogy információval rendelkezünk annak érdekében, hogy hogyan és mi módon lehet ezt ugye az úszásoktatásba, tanúszoda keretében is átgondolni, akkor nyilvánvaló, hogy az önkormányzatnak, illetve a városüzemeltetőnek sem kerül plusz kiadásba ez a megoldás. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, igazgató úr! Kincses László képviselő úr, kér szót. Ügyvezető úr, mondhatom, hogy közt volt egy utalás, amit egyébként én is sajnálattal tudomásul veszek, és megerősíteni kell, hogy úgymond nincsen pályázati lehetőség. Legelőször is azt a mondatot kell ide tenni, hogy amikor viszont volt, akkor önök többségben visszaléptek abból a pályázatból 2009. szeptemberben. Ne vitassuk a körülményeit, itt maga a tény a fontos, 2009. szeptember óta nem volt pályázati lehetőség. Mi ennek ellenére 2011. augusztusában egy új koncepciót fogadtunk el, annak a tovább tervezését javasoltuk, és ezeket a javaslatokat 6 éven keresztül nem tartotta be a felelős polgármester. Ugyanakkor tavaly, amiről nem tudunk és a kérdés ide kötődik, ilyenkor tájt, ugye dúlt a helyi akciócsoport, tehát a TOP CLLD pályázattal kapcsolatos vita vagy érzelemhullámzás, amelyben nem jelent vagy kulcsprojektet, tehát akkoriban úgy tűnt, hogy elzárkózik a városvezetés attól, hogy abból a pályázati formából ide pénzt fordítsunk. Kérdezem, hogy áll a TOP CLLD pályázat sorsa? Jó, köszönöm szépen, képviselő úr, a kérdést. Tehát a CLLD pályázatot ugye Püspökladány, mint konzorcium vezető partner
az elmúlt évben ugye beadta. Annyi információnk van ezzel kapcsolatban, hogy folyamatban vannak a pályázatnak az elbírálásai. Jelen pillanatban még információt nem kaptunk a támogatás mértékéről, illetve a bírálatról, tehát folyamatban van, ennyi információnk van. Ráborult a számítógépre is? Nem. Balázs Sándor képviselő úr. Mint már hallhattuk, a városüzemeltetőnek erre konkrétan nincs úgymond anyagi fedezete, amivel ezt ő tudná. Arra lennék kíváncsi, hogy önkormányzatunknak a költségvetésével mennyire beépíthető ez a kölcsön, tehát látunk-e valami olyan reális bevételi forrást, amivel ezt a kölcsönt esetleg önkormányzati szinten vissza tudjuk majd a hosszú évek során fizetni. Köszönöm szépen, képviselő úr. Én azt gondolom, hogy amikor majd körvonalazódik a pontos összeg, illetve hogy mit szeretne az önkormányzatunk megvalósítani magában a fürdőben, akkor számításokat kell végezni arra, ugye a kormányzat felé is prezentálni kell, hogy egy cég veszi fel a hitelt, vagy önkormányzat, de milyen megtérüléssel látja kifizetni a hiteleket. Tehát azt gondolom, hogy amikor odaérünk, amikor látjuk a forintokat, hogy mennyibe is kerül, illetve mennyit kell, hogy ráfordítsunk, akkor abban az esetben át kell számolni ezeket a tételeket. Itt néhány napi rendi ponttal ezelőtt ugye a napelemeknél például elmondta ugye a fiatalember, hogy iparűzési adót, tehát ha megvalósul a beruházás, akkor iparűzési adó várható. Nagyban függ ugye a hitelfelvétele az összegtől, mennyi futamidőre vesszük fel, milyen törlesztéseket kell, hogy alkalmazunk, és akkor ennek fényében tudunk kalkulálni. Kis Zsigmond elnök úr. Szervuszok, polgármester asszony. Én arra lennék kíváncsi, hogy ügyvezető igazgató itt ugye a vetítés alatt mutatta nekik a régi sátrat, és hogy téli időszakban ezt ugye fel kell állítani. Tehát nyilván ez egy olyan költség, ami a későbbi folyamán egy új beruházás révén ez megszűnik. Arra lennék kíváncsi, hogy ennek mennyi a költsége havonta, amikor a felállításuk kerül. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen. Fűtés nincs. Mivel a sátor alatt fűtés nincsen, a légtartók kezelő berendezésnek egy minimális villamos energia áron felvétele van, tehát az nem jelent problémát. Hál' Istennek a szélsőséges időjárás nem volt, tehát ugye magát a sátor szerkezetet nem bántott olyan módon, tehát egyéb mechanikai sérülés most az idejében sem történt rajta, úgyhogy nem számottevő. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jó. Nem látok több kérdező szándékot, átérünk a véleményezési szakaszra. Kincses László képviselő úr. Szinte azóta, amit a képviselő vagyok, több mint 6 éve, ez a történet napirenden van, vagy legalábbis olyan értelemben van, hogy 11-ben konkrétan foglalkoztunk vele, azóta pedig mindig hiányolom, hogy nem foglalkozunk vele. Ehhez képest a tavalyi top CLL-i pályázatban vagy annak tervei, vagy elképzeléseinek a szándékából arra következtetek, hogy tavaly még nem volt fontos a fürdőfejlesztés, mert semmilyen lépést abban az irányban, abban a pályázat keretében nem tettünk. Holott a kulcsprojektre 40%-kel különíthető lenne benne, ami nagyságrendi 200 millió forint. De helyette szétforgácsolták a úgymond bejött igények irányába, és gyakorlatilag semmit nem lehet belőle megvalósítani, hogyha ez betűről-betűre így történne. Nyilvánvaló, mivel nem tudjuk a sorsát a pályázatnak, ezért ez egy fikció. Ahogy tegnap ügyvezető úrnak is jeleztem, az idejében biztosan semmit nem lehet ebből megvalósítani, de előkészületi munkákat végezni azt meg bőséggel lehet. Tehát azzal, hogy mi most jelen állapotunkban megismertünk egy előterjesztésnek induló tájékoztatást, ez számomra csak egyet jelent. Itt valakik meg akarták pucsolni a képviselőtestületet, hogy hát, ha gyorsan átszaladunk ezen a hitelfelvételen, és utána örökké arra fogunk hivatkozni, hogy a képviselőtestület döntött. Mint ahogy ez a sürgősségi beadvány, indítvány mondja, mi arról sem döntöttünk még, hogy a 2011-es akkori határozatunk érvényese, vagy módosítani kívánjuk. Arról sem döntöttünk, hogy a
február 23-ai határozatokat az adósságot keletkeztető ügyletekből, eredő kötelezettségekből módosítjuk-e vagy nem. Tehát én nem értem, hogy mi volt itt a szándék az előterjesztéssel, de az biztos, hogy többek között ennek a beadványnak a hatására ettől az ügyvezető úr visszahátrált. Ettől függetlenül a beadványnak a többi része, különös tekintetre, ami a határozati javaslatot illeti, aktuális lesz, és biztos vagyok benne, hogy a képviselőtársaimmal ezt át kell beszélni, akár kis csoportosan, hogy ennek az ügynek az eljárás rendjében olyan mulasztások történtek, amelyet egyáltalán nem biztos, hogy az ügyvezető követett el. De ezt ki kell vizsgálni, és addig, amíg ezt ki nem vizsgáljuk, addig ez a történet egy pucs. Az lett volna. Egy elbukott pucs kísérlet. És ezért a felelős a polgármester. Köszönöm szépen, képviselő úr, hogy elmondta ezen fajta véleményét. Én ugyanazt tudom elmondani, amit az előterjesztés vitája előtt elmondtam. Most is tartom ezen véleményemet. Igazgató úr, nem tudom, hogy ki akarja egészíteni a képviselő úr szavait. Nem arra szeretnék reagálni, hanem arra szeretnék reagálni, és azt szeretném elmondani a képviselőtestületnek, ha emlékeznek rám, ugye kezdeményeztem azt, hogy a környébeli fürdőket látogassuk meg, minden képviselő hivatalos volt erre, szerintem mindenki nem volt jelen, de én úgy gondolom, hogy az a fürdőlátogatás is egy hasznos dolog volt, látva a környékbeli fürdők fejlesztéseit, jelenlegi üzemeltetési struktúrájukat. Én úgy gondolom, mint ahogy elmondtam, tehát ez a dolog mindenféleképpen azt kell, hogy kövesse, tovább gondolkodva is lépésről lépésre egyhangon arra kellene törekedni, nem magunkért, hanem Püspökladányváros lakosságáért, hogy valamilyen szinten elinduljon már végre a fürdőfejlesztés. Úgy gondolom, hogy joggal kívánja a lakosság, és nem az volt a jövőképpel a elképzelés, hogy itt a képviselőtestületi indítványba ez itt bármiféle félrevezetés vagy megtévesztés legyen. Távol áll tőlem minden ilyen jellegű dolog és tevékenység, úgyhogy ezt maradéktalanul visszautasítom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, igazgató úr. Kis Zsigmond elnök úr, kér szót. Polgármester asszony, én gratulálok igazgató úrnak, hogy ez a prezentáció azért bemutatta egy számukra, hogy mik azok a elvárások, vagy mik azok a lehetőség, amivel ugye 10 éve nem élünk, és most már valami ténylegesen el kéne indulni benne. Nagyon jól mutatta be azt, hogy mi hiányzik a fürdőből, mi hiányzik a város lakóinak a fürdőből, és az az anyag, amit itt letett, én szerintem elég jó, viszont fel kell állítani egy prioritási sorrendet, hogy akkor melyik legyen az, mert ugye most megint el fogjuk malmozni, elmegy igazgatóra, és akkor megint nem döntöttük abban, hogy akkor melyik az az első szempont, amit figyelembe véve, akkor elkészítse azokat a terveket, aminek alapján tudunk dönteni. Hiszen itt az egyik része ugye nyilván egy felettuszoda, lehet 30 millió, lehet 50 millió forint, maga a medence megint 30-40-50 millió forint, még a felújítás szintén ugyanígy, tehát majd ahogy a költségvetés elkészítés után kiderül, de most ugye akkor nem tudja melyiket kezdjük el, tehát mindenképpen jó lenne valami iránymutatás, legalább közel a testület afelé, hogy melyik az a, vagy egy prioritási sorrendet, hogy melyikbe induljon el, és akár rövidesen jöjjön vissza hozzánk ez az anyag ide a testület elé, hogy amikor majd rendelkezésre fog állni az adott beruházáshoz szükséges önerő, akkor el tudjunk ebbe indulni akár hitelfelvételbe is. Nyilván, hogyha a hitelfelvételben el fog majd indulni, erre majd kap engedélyt a megfelelő fórumokon, meg ugye hatáskörökkel rendelkező személyektől, akkor a bank is meg tudja vizsgálni, hogy igenis az a projekt, amit ő meg akar valósítani, az mennyire életképes, hogyan fogja majd fizetni a kamatokat, hogyan tudja majd a törlesztéseket fizetni, miből fogja ezt kifizetni, és akkor nyilván akkor ezekre mindre, ugye már egy teljes képet fogunk látni, és el tudjuk azt dönteni, hogy igenis akkor menjen ez a történet, hiszen nyilván ezt a pályázatot előtte nekünk kell majd jóval hagynunk, és akkor tisztán fogjuk azt látni, hogy igenis belemenjünk-e vagy nem. De én ettől függetlenül mindenképpen támogatom magát a fürdőfejlesztések a koncepcióját.
akár ezt is, mert ugye eltelt bizonyos időszak, amit ugye régen ugye jóvá hagytunk, és javaslom igazgatónak, hogy akkor minden hamarabb akkor végül tovább. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Kovács Krisztina elnökasszony. Köszönöm szépen a szót. Örülök, hogy foglalkozunk egyáltalán a fürdővel, de most is leszögezném, hogy számomra az a legfontosabb, hogy ott van az a terület, hozzá kell kapcsolnunk az egészségügyi ellátást a fürdőhöz, mert nyilván a kettőt nem fogjuk tudni, és nem is szabad külön választani. Ott van előtte egy szabad terület, ott van a fürdőtó, amelyet szerintem komplexen kellene, hogy átgondoljuk, hogy mit is szeretnénk, és innentől kezdve, ha az elkészül az a terv, onnantól kezdve lehet igazán igazgató úrnak afelé tendálni, nagy munka, mert piszok nagy munka, nagy tervezés, nagy közösségi összefogást igényel, mert el kell dönteni, hogy Püspökladánynak az a terület ilyen legyen. Annak egy része csak a fürdőnek a része, amit szintén azt gondolom, hogy az egészségügyi ellátással, mert mondjuk egy gyógyúszást el lehet, mert megint ugye van egy gyógytornász jelenleg is, aki nem fogja tudni ellátni a gyógyúszást a nyárra, mert nincs hozzá elég energiája, meg ideje hozzá. De ha elkészül mondjuk az a terv, amelynek a tanmedence része, lehet hozzá kapcsolni esetleg olyan szakembereket, amelyek megoldják, vagy besegítenek. De lehetne ugye a fürdőtó környékén akár más elképzelések, mondjuk táborokat szervezni a gyerekeknek, amivel hozzuk a strand területére, és bevételt hoz, és ennek megfelelően kellene azt a tervet elkészíteni, amit igazgató úr nagyon jól most elénk terjeszthet, hogy mindenképpen hozzá kell kezdeni, mert a lakosság nem lehet télen úszás lehetőség nélkül, és nem lehet olyan elemek nélkül, amelyre viszi a család a gyerekeit, hogy ledögönyözze a víz az izomzatát, hogy felfrissüljön, hogy regenerálódjon a következő hét fáradalmaira. Nekünk ezt a célt kell, mint városvezető kiszolgálni. Ehhez meg egy átfogó célt kell, és ahhoz hozzátenni, hogy első körben ezt kell megoldanunk, ez ennyibe fog kerülni, ennyi hitel kell hozzá. Szerintem. Nyilván lehet, hogy én nem szakember vagyok, de az elképzelés mindenképpen az, hogy egy komplett tervet kell elkészítenünk, és azt kellene részleteire szedni. Mert lehet, hogy most nincs fürdőfejlesztésre pályázat, viszont lehet, hogy lesz pályázat az egészségügynek a fejlesztésére, amit hozzá tudunk tenni a fürdőfejlesztéssel, mert azt mondjuk, hogy egy ilyen medence kell az egészségügy fejlesztéséhez, és már mindjárt két legyet ütünk egy csapásra. Tehát én mindenképpen komplettebben gondolkodnék ebben a témában. Ez az első lépés, és örülök, hogy foglalkozik igazgató úr, mert az a medence tetszik nekem, nagyon is tetszik, és jó lenne, ha már ott lenne és üdögélhetnénk benne. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, elnök asszony. Kincses László képviselő úr. Püspökladánynak a választási kampány megkezdődött. Mindig olyankor veszik elő ezt a témát, amikor valakinek közvetlen gazdasági vagy politikai érdeke fűződik hozzá. Tettük ezt 11-ben, és azóta nem, és tesszük most, amikor tudjuk, hogy már tele van az ország plakátokkal. Ti loptok. És mivel általában ti loptok, ezért ezt a történetet ott kezelem, ahol kell. 2017. június 21. Berettyóújfalvi járásbíróság, amely ítéletet hirdetett Arnold Sándor által elkövetett hűtlen kezelésben, és hogy bűnösnek találta a vádlottat, és ennek mellékkörülménye a fontosak számunkra, 12,6 millió forint vagyonelkobzást ítélt meg. Magyarán a kárösszeget, amely kárösszeggel kapcsolatban Püspökladány önkormányzata egyetlen lépést nem tett, pedig a büntetőeljárási törvény 51. paragrafusa azt mondja ki, hogy büntetőeljárásban csak a terhelten szemben lehet polgári jogét érvényesíteni. Nem tértem el a tájékoztatóról, mert ez összefügg pontosan ezzel. Ha mi még az ellopott pénzt akarjuk visszaszerezni... Eltértünk a tárgyal... Képviselő úr, legyen kedves! Tehát akkor ott járunk, hogy véleményezési szakasznál járunk, a fürdőfejlesztés tájékoztatójával kapcsolatban. Egyébként képviselő úr, annyit hadd mondjak már el ezzel kapcsolatban, hogy a fürdőfejlesztéssel, hogy igen, foglalkoznunk kell vele, függetlenül attól, hogy
amit képviselő úr mondott, hogy kinek milyen politikai érdeke fűződik hozzá. Én nagyon sajnálom azt, ha képviselő úrnak ehhez bármilyen politikai érdeke fűződik. Elmondta igazgató úr is, hogy elment a képviselőkkel, meghívta a képviselőket fürdőlátogatásra, más településekre. Nagyon örültem annak, hogy elmentek a képviselők, hogy lássák, hogy máshogy, más fürdőkben, hogy hogyan történik a fejlesztés, és nem is inkább a fejlesztés, hanem a fenntartás, hogy hogyan tudják megoldani, mert ugye ez is elhangzott a mai napon az egyik képviselőtársunktól, azért mondjuk meg őszintén, a fürdőnek a fenntartása az nem kevés feladata egy településnek. És teljesen mindegy, hogy gyógyvize van, vagy milyen fürdője van. Úgyhogy ezt nagyon szem előtt kell tartani. A másik dologgal kapcsolatban, amit elmondott képviselő úr, nem kaptunk semmiféle megkeresést azzal kapcsolatban, amit képviselő úr megfogalmazott. Márkus Gábor, a polgármester úr. Köszönöm az orpolgármester asszony. Itt mellettem elhangzott több képviselőtársamtól, hogy állítsunk fél sorrendet, teljesen egyetértek vele. Én elsősorban azt javasolnám magunknak, képviselőtársaimnak, hogy ezt a tájékoztatót fogadjuk el, vagy vegyük tudomásul, most mindegy, melyik formulát használom. És nyilvánvalóan, ahogy Kovács Krisztina elnök asszony is az előbb mondta, tehát valami prioritási sorrendet fel kellene állítani. Én magam részéről azt mondom, hogy a téli úszás lehetőséget kell elsősorban biztosítani, és ezzel nem, nehogy rám fogja valaki, hogy nem akarok fürdőfejlesztést, de szerintem, tehát én magam szerint ez a legfontosabb dolog, hiszen abba van óriási hiányosságunk szerintem, mert ugye télen nem tudjuk biztosítani akár az úszóknak, akár a vízilabdásoknak, de egyáltalán Püspökladány vagy a környékben a lakosoknak a úszási lehetőséget megfelelő körülmények között. Aztán többi dolog nyilván fogadható, és lehet róla beszélni. Maga ennek a tervnek, vagy ennek a koncepciónak, tájékoztatónak a megvitatása, vagy javaslattételi lehetősége szerintem egy külön fórumunk kell, hogy megtörténjen, hiszen a testületül is, hát nem azért, mert meg tudjuk vitatni, tehát tudunk róla beszélni nyilván, de egy ilyen másabb fórumon kellene ezt. Én kiállok amellett, hogy ebbe az ügybe tegyünk lépéseket, és a téli úszás lehetőséget biztosítsuk, vagy próbáljuk meg biztosítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, a polgármester úr. Tehát véleményezési szakasznál járunk. Nem látok több szándékot. Én jó magam is azt fogom támogatni, hogy ezt a előadást, a tájékoztatót fogadjuk el. Tehát én jó magam támogatni fogom, és arra kérném akkor igazgató urat, hogy amit a képviselőtársaim is megfogalmaztak, hogy állítsunk már össze akkor egészében egy fejlesztési lehetőséget, és azon belül egy prioritási sorrendet. Ha emlékeznek képviselőtársaim, hasonló metódussal mentünk ugye a köves utaknál is, tehát a fejlesztési programunknál ugye azt is több körben tudtuk megvitatni. És akkor valamilyen fórumon, bizottsági szinteken akkor a döntést előkészítjük, és akkor a testület pedig akkor a prioritásról akkor határozni fog. Köszönjük szépen igazgató úrnak, döntési helyzetben vagyunk. Arra kérem önöket, legyenek kedvesek, akkor a tájékoztató elfogadásáról most dönteni. Hét, igen, négy tartózkodás mellett elfogadtuk az a különféle napirendi pont A pontját. Jelzik a képviselők, hogy 10 perc szünetet rendeljek el. Szünetet.